Sziasztok, vidéki László, mégis a nagyfogás videóját láthatjátok. Barátom, Fehér Balázs úgy döntött, hogy eljön velem erre a tóra, és megpróbál pontyot fogni. Azt mondta, hogy majd fog pontyot fogni. Fogadtunk egy csokiban. Fogadtunk. És akkor, hogyha fog egy pontyot, akkor én adok neki egy táblacsokit, vagy hogyha nem, akkor fordítva. Ő Fehér Balázs. Sziasztok! Mint már említett, Laci, én Fehér Balázs vagyok, és meginvitált erre a tóra, hogy fogjak pontyot. Na, de majd kiderül a videó végén, hogy mi lesz. Videót majd újra kezdjük. Thank you.
Ugyanazzal a csalikkal, etetőanyagokkal próbálkozunk, mint az utolsó peszán, annyi különbséggel, hogy most húsvét hétfő van, és egy hatalmas front közeledik felénk. Ezt onnan tudom, és onnan érzem, hogy nagyon fúj a szél, és az ég is beborult, a nap már nem süt ránk, de olyan füllet meleg van még. Szóval majd meglátjuk, hogy a halaknak ez hogy fog tetszeni. Szerintem már nem sok jóra számíthatunk. Ez itt a nap utolsó kárásza, egyben a legnagyobb. Elfér a két tenyeremben. Körülbelül olyan 60-70, talán 80 dekás lehet. Ezzel 6-1-re nyertem a fogadást, mivel Fehér Balázs nem sikerült neki pontyot fogni, így kapok egy táblacsokit. És ezzel a hallal búcsúzom tőletek. Találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!